Na sziasztok mindenki, elérkeztünk a következő házfelújításos videónkhoz. Laminált padló a téma. És képzeljétek el, hogy közösen meg tudtunk egyezni a Nikivel körülbelül fél óra alatt, nem? Igen. Elmentünk laminált padlót vásárolni, természetesen, bocsánat, nem vásárolni, nézni, mert a vásárlás egy külön procedúra lesz. Zárás előtt egy órával, hogy még véletlenül kinek elég se... egy óra. Elég volt. Hát már siettet. Igen, igen, meg már húzzuk amúgy elég régóta ezt, hogy ki is nézzük, ugye? Mert még a vásárlás az ezután fog megtörténni. De hogy ez volt a taktikám, hogy akkor nem maradhatunk tovább, hogyha zárás előtt vagyunk egy órával. Ha másnap visszamentünk volna. Igen, de hál' Istennek sikerült kiválasztani, és vittük magunkkal ezt a csempét, mert mondták többen, hogy vigyünk anyagot magunkkal, és akkor ott nézhetjük, odamérhetjük, egymás mellé rakhatjuk, Insta sztoriban láttátok is, a Niki kipakolt az egész üzletbe, és akkor mondták, hogy nem. Igen, mondták, hogy ezt így kell csinálni, és hát több olyan információt tudtunk meg, amit eddig nem tudtunk, és számításba kell venni. Körülbelül 120-130 négyzetméter laminált padlóra lesz szükségünk, ugye a nappaliba, szobákba, garrobszobába, mindenhol ugyanaz lesz, úgyhogy hál' Istennek nem kellett 5 félét választani, hanem elég volt 1 félét. De most elmesélem nektek, hogy hogy sikerült a választás, milyen szempontokat vettünk figyelembe, és hogy mit ajánlottak az üzletbe. És képzeljétek el, hogy egy néző segített, akinek köszönjük szépen, mi nem is tudtuk, hogy van ilyen lehetőség. Most, hogy a többi üzletben van-e ilyen, ezt nem tudjuk, meg ez nem reklám lesz, de hogy a Diego-ban van olyan lehetőség, hogy 300 forintért megveszitek a mintát, haza lehet hozni, és hogyha visszaviszitek, akkor vagy levásároljátok, vagy visszaadják a pénzt. Úgyhogy 1800 forintért vettünk 6 darab mintát, ezt be fogom nektek mutatni, ilyen faszínű. Kíváncsi vagyok, hogy nektek melyik tetszik amúgy, mi természetesen kiválasztottuk a legdrágábbat, és itt majd kompromisszumot kell kötni, de el is fogom mondani nektek, hogy miért. Niki, ahol először voltunk, ott hány milisek voltak a laminált padlók? 4,5 milisek. És azt mondták itt a másik üzletben, hogy minimum legyen 8 milis, mi kiválasztottunk egy 10 miliset, gondolom minél vastagabb, annál drágább, meg minél jobban néz ki, mondjuk az relatív, hogy kinek ugye melyik tetszik, meg hogy melyik a szép, viszont azt mondták, hogy 8 milli alatt nem érdemes, de akkor mi árulnak olyanokat? 8 milli alatt, értitek, hogy rengeteg választék volt, illetve ami itt van a kezemben, ez mind vízálló, az is rátesz egy kicsit a négyzetméter ára, és igen, amit kiválasztottunk, kicsit borsos ára van, és ezzel kapcsolatban neki kompromisszumot kell kötnünk. Mert a 130 négyzetméter, hogyha jól számoltam, az 1.140.000 forint, mert amit kiválasztottunk, 8.600 forint négyzetméterre. Igen. Mit szólsz ehhez? Semmit. Úgyhogy erősen el kell gondolkodnunk azon, mert ugye mutka is félreértette valaki, hogy nincs pénz, hát akkor nincs, amikor elkötjük a YouTube fizetést, de itt is ugye havonta jön a pénz. Úgyhogy el kell döntenünk azt, hogy most veszünk olcsóbbat, vagy várunk egy hónapot, és megvesszük azt, ami tetszik nekünk. Természetesen tetszhet az olcsóbb is, meg ami nem 10 millis, csak 8 vagy 9. Meg még lehet, hogy elmegyünk pár üzletbe, viszont ami tetszik nekünk, azt meg fogjuk nektek mutatni. Ja, és ugye nem elég megvenni a 130 négyzetméter laminált padlót, kell alá valami cucc, meg ugye még a szegélyeket is meg kell vásárolni. Úgyhogy itt most ekkora döntés előtt állunk, de mindjárt meglátjátok, megmutatom. Van egy ilyen, nem tudom mennyire látszódik, le fogom tenni majd nem sokára a földre. Ez tök jó, hogy haza tudtuk hozni, és akkor meg tudtuk nézni, hogy hogy működik. Van egy ilyen, ez ilyen világosabb színű, nekem inkább a sötétebb szín tetszik, nem tudom Niki, te hogy vagy vele. Hát a sötét jobb, hogy már csak az ajtó miatt. Az ajtó miatt, és igen, az ajtónak is vittük a borító lécét, és akkor... Most amúgy videón keresztül lehet mindegyik ugyanúgy nézni. Hát igen, igen, videó keresztül nem biztos, hogy átadja, de maradtunk ennél a barnás fahatású laminált padlónál, de mindjárt letesszük a földre, és meg fogjuk nektek mutatni, meg mindjárt azt is megmutatom, hogy melyiket választottuk. Egy négyzetméter kellett volna elhozni, nem? Hogy akkor egyszerűbb lett volna így hát, amúgy összerakva. Ez is így néz ki.
Úgyhogy nagyon, én nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz lesz, és itt ugye nagyon fontos pénzügyi döntéseket is kell meghozni, ami nekünk nem mindig sikerül, ugye? És ezt választottuk, ez 10 millis. Látjátok, hogy sokkal vastagabb, mint a többi, és én úgy gondolom, hogy ez néz ki a legjobban, de ide tesszük mindjárt nektek a konyhához, mert ugye itt nem lesz ajtó, csak egy burkolatváltó, és akkor megnézzük, hogy hogy néznek ki. Ahogy látjátok, tényleg szuper, hogy vásároltunk ilyen mintákat, ide tudjuk mérni a konyhához. Most azt nem tudom, hogy hogy fogjuk lerakni apával, hogy állítva vagy fektetve. Ez majd ki fog derülni, hogy hogy fog jobban szerintem kinézni. Fektetve. Lehet, hogy így fektetve lesz az egész, igen. És nem tudom, hogy nálatok hogy van, hogy hány millis laminált padló van nálatok, de írjátok le nyugodtan a véleményeteket ezzel kapcsolatban, hogy mik az előnyei, vagy miért vannak vékonyabbak, vagy tényleg miért érdemes választani, vagy hogy ez a vízállóság számít-e bármit is, mert akkor felmosóval neki nyugodtan fel lehet mosni, nem? Hogy azért, gondolom, nem úgy, hogy locsógatjuk itt a laminált padlót, hanem... Hát nyilván kell majd takarítani. Hát nem, de érted, azt mondom, hogy úgy vízálló, nem úgy, hogy itt jövök egy vödörre, a szalaszét locsolom össze-vissza. Meg ki csinál ilyet? Hát nem tudom, de vagy árvíz jön ide, érted, és akkor elárasztja a házat, nem úgy vízálló, hanem felmossa az ember. És akkor itt látjátok, szerintem kamera is átadja a szintbeli különbségeket. Ezt én nagyon halványnak érzem. Ő nem is nagyon megy szerintem ide a konyhához, de itt lesz szerintem egy burkolatváltó, illetve a szintet is ugye ki kell hozni. Ezt mondjuk nem nagyon értem, hogy hogy fogjuk megcsinálni, de faterra fogjuk lerakni. Ez határeset szerintem, de még ez sem az igazi. Meg ugye itt nem tud eldönteni, hogy hol legyen a csomó, ugye, ahogy gyártották. Mindjárt, amit kiválasztottunk, ott látni is fogjátok. Ez is nagyon világosnak tűnik nekem. Ez amúgy hasonlít, csak ez nem tudom hány millis, de lehet, hogy 7-8 millis. Mondjuk ez se rossz neki, és ez olcsóbb, ezt lehet, hogy meg tudnánk vásárolni. Ez megint túl világosnak tűnik, és akkor amit kiválasztottunk, látod itt a csomó. Csak az meg lehet túl zavaró lesz. A csomó? Nem, hát így lesz a jó a hatása szerintem. És ugye ez 10 millis. Szóval akkor egymás mellé teszem a kettőt, ami tetszik nekünk, és ezt választottuk. Ugye ennek a négyzetméter ára 8600 forint, mondjuk nem tudom, hogy kapunk-e kedvezményt, hogyha van ilyen kártyád neki, azt hiszem az üzletbe, hogy szoktak ilyen kedvezményeket adni. Most ebben a helyzetben nem tudjuk megvásárolni a 8600 négyzetméter árasat, viszont hogyha várunk egy hónapot, akkor meg fogjuk tudni. Én nem tudom, Niki, szerinted? Hát nehéz. Nehéz, mert hogyha ez megvan a laminált padló, akkor vennünk kell egy ágyat, egy kanapét, és akkor költözhetünk, mert most más nem kell, majd a bebútorozás jöhet később, illetve egy WC-t, meg a zuhanykabint, de hogy másra már nincs szükség. A zuhanykabin is ráér, mivel ott van a kád. Ott van a kád, lehet fürdeni, úgyhogy tényleg már csak ez a pici választ el bennünket. De szerintem, hogyha már lassan 2 éve házat újítunk, ez az egy hónap nem oszt, nem szoroz. De ahogy mondtam, megnézzük még másik üzletbe is, mert itt a környéken vannak még más üzletek is, de nekünk ez tetszik, és nem 1-2 évig lesz ugye itt a házban, hanem bízunk benne, hogy sok-sok év, ami ki fog bírni. De mondom, nyugodtan írjátok le a véleményeteket, ezt azért szoktam kérni, mert lehet, hogy valamit nem vettünk észre, valamit nem tudunk, ami elő szokott fordulni, illetve a többi házfelújító nézőnek is. Szerintem szuper segítség lehet, hogyha valaki okosabb írja le a kommentet, és tud segíteni bármibe. Ezeket a mintákat ugye kérdeztem, hogy mi a határidő, hogy visszavigyük, hát azért kell ott hagyni a pénzt most, hogyha nem viszed vissza, akkor kifizetted, de hát természetesen vissza fogjuk vinni. De ez egy szuper lehetőség, mert ott az üzletekben teljesen mások a fényviszonyok amúgy, és akkor itt ide lehet mérni. Nézzük meg a garrobszobába, hogy néz neki. Viszont ott épp, hogy leér az ajtó, ott ha alárakjuk a laminált padlót, mert itt ugye kihagyta apa a helyet az ajtónál, hogy aláférjen a laminált padló, viszont a garrobnál nagyon leér az ajtó, ott lehet, hogy apának az ajtó aljából vágnia kell majd. Na nézzük. De amúgy nekem ez a kettő is tetszik. Melyik? Hát inkább ez.
De itt meg azért nem ezt választjuk, mert hogy ezek, nem, ezek 8 milli alatt vannak, vagy 7 milli alatt. Itt ez lenne a legfontosabb, hogy, mert a 4,5 millisek is... 8 millisek? Nem. Nem. Mert 7-eset biztos, hogy nem hoztunk. Nem. 8 alattiakat nem hoztunk. Nem. Jó, hát mindegy, akkor lehet, hogy jó lenne. Jó, hát Niki, ezt kell dönteni, hogy akkor megalkuszunk azzal, hogy az, nem tudom, annak szerintem ilyen 5-6 ezer a négyzetméter ára megvesszük, vagy aminek 8600 négyzetméter ára, de jobban tetszik. Igazából mind a kettőnknek azt tetszik a legjobban. Úgyhogy most ezen dilemmázunk egy kicsit. Fogalmam sincs. Tényleg ezt kiválasztani? Csak itt most van a lámpás a fény. Ja, igen, itt most sötét van, úgyhogy itt nem nagyon látjuk. De hogy itt mondom, hogyha az ajtó ide be lesz téve, akkor nagyon szorulni fog, úgyhogy valószínűleg itt valami megoldást kell találni. De hogy igen, nehéz a döntés, meg fogjuk látni. Én még mindig kitartok az mellett, hogy ez legyen, és várunk egy hónapot. Megnézzük más üzletekbe is, meg lehet, hogy akkor... Hogy előbb kész legyen a dolog, akkor meg fogjuk azt vásárolni. Nem tudom. Tényleg nem tudom. Nézzük meg az ajtóhoz is. Nézzük meg az ajtóhoz is, jó. Hát igazából mindegyik megy hozzá szerintem. Talán ezek a világosabbak nem annyira, de az összes sötét igen. Még talán ez is amúgy nem olyan rossz. És ugye ez az, amit választottunk. De hát lehet, hogy felesleges, nem a 10 millis és elég a 8-as. Ezt mondom, a kommentelők jobban értenek hozzá. Most itt mi nagyon a kinézetre megyünk, de a technikai részeit nem nagyon tudjuk, hogy mi miért van. De természetesen fel fognak minket világosítani, meg az üzletbe is segítenek és elmondják a dolgokat, de egyelőre nekünk ez tetszik. Meg ugye most Niki ezt nézte, de ez se rossz amúgy. És ez biztos, hogy nem kerül olyan sokba. Meg amúgy tedd ide is, mert oké, lesz itt ajtó, de azért... Ja, igen, itt lesz ajtó, és így fog folytatódni tovább az, amit választottunk. Hát igen, jó lenne, ha úgy látni, hogy le van rakva ugye az egész. Nekem nagyon tetszik amúgy. Meg tényleg azt választottuk ki rögtön közösen együtt. Itt több csoda, hogy valamire közösen igen. Tettünk. Itt több szempontot kell figyelembe venni. Hát az egyik legfőbb szempont ugye a pénz, és hogy mit akarunk. De hát meglátjuk, még ezt át kell beszélnünk a Nikivel. Most én úgy gondolom, hogy egy hónap nem oszt, nem szoroz már. Aztán, ha felesleg gondolta volna, hogy a laminált padló ilyen sok lesz. Még ha 4000 forintos négyzetméter árat számolunk, vagy 5000-eset, számoljon, az is 6-700 000 forint. És akkor még nincs szegély, meg ami alá jön cucc. Úgyhogy érdekes dolgok ezek. Így a vége fele már. De nem baj, meg lesz, sikerülni fog. És akkor ugye a vállalkozás szempontjából most egy kis érdekesség. 3 havonta kell ugye az adót befizetni. Most júli 12-ig kellett ugye a március, április, május befizetni. Meg most jött az iparűzési adó is, meg ilyenek, sok kiadás volt mostanában. És akkor most azért mondom, hogy várni kellene egy hónapot, hogyha azt akarjuk megvenni, amit szeretnénk. De lehet, hogy találunk még jobbat, ami olcsóbb, nem 10 millis. Csak máshol nem biztos, hogy haza lehet hozni ilyen mintát. Igen, tényleg, hogyha máshol nézünk, akkor... Mert itt azért jó, hogy haza tudtuk hozni, igen. De ha elmegyünk máshova, ott nem biztos. Igen. És úgy sokkal nehezebb kiválasztunk. Igen. Elég necces, de ez szerintem könnyebben megy, mint a csempe választás. De itt is van 80 millió féle. Meg vagyok őrülve. De nem baj, lassan kész van. Örülök neki, hogy már itt tartunk. Nagyon hálásak is vagyunk érte. És nagyon örülünk, hogy majd lesz lehetőségünk ugye ezt megvásárolni. Ezt kell nekünk most a Nikivel eldönteni, megbeszélni, de úgyis az lesz, amit én mondom. A választásban Niki dönt, de amúgy azon, amit én mondok, tényleg nem. Nem ők csicska gyerek. Úgyhogy igen, de köszönjük szépen, hogyha leírjátok kommentbe a véleményeteket. Úgyhogy ennyi lett volna. Bízunk benne, hogy hamarosan meg tudjuk vásárolni ezeket, minden tanácsot elfogadunk. Köszönjük szépen. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és jövünk majd a folytatással. Szép napot kívánunk mindenkinek. Sziasztok!